Subád ékszerei. Nem csak egy gazdag, de passzív gyűjtemény. Ehelyett inkább aktív, rituális vagy kultikus produkció. A megmunkálásokat Alfred Gell a varázslás technológiájának vagy a technológia varázsának nevezi. Ebben a terminusban az ékszerek nem csak gyönyörűek, vagy gyönyörűen készítettek, vagy akár mágikus készítmények, hanem képesek aktivizálni a működést már a készítés folyamatában szintjén. Az anyagok és a gyártás technikák, amiket alkalmaztak a tárgyak megalkotásához, mély hatással vannak arra, hogy valaki megértse és megmagyarázni legyen képes az elkészült műtárgyat. A tudósok a stílusra, formára, ikonográfiára koncentrálnak a befejezett munka láttán. Nem szentelnek figyelmet a gyártási folyamatra, technológiai stílusra az analízisükben. Subád arany ékszerei első ránézésre egyszerűnek tűnnek, egyszerű technikával készültek. Díszítetlen kalapácsolt aranylapokat használtak. De ha ezeket megvizsgáljuk mikroszkóppal, nyilvánvalóvá válik, hogy az elkészítési mód és az összerakás rendkívül időigényes, nagyon komplikált és nagyon nagy szakértelmet igényel. A legfőbb hangsúlyt a tárgy kinézetére fekteti. Minden kis egység rész formájára és ennek megformálására, akkor is, ha ez külön munka igényességet, intenzitást követel, részletezések, kikötések miatt a tökéletes műtárgy előállításához. Az ékszerekre jellemző egy előírásszerű következetessége és ismétlése a technikáknak, aminek a célja a már az anyagba magába beágyazott vagy kódolt tisztaságnak, ragyogásnak a minőségének a megemelése. Tehát a kivitelezési folyamat nem csak lényeges anyagi forrásokat igényel, de jelentős koordinált befektetését is az emberi energiának, a képzett, tervező vagy magas szintű feladatokat ellátó, de a mechanikus technikákat kivitelező kézművesek részéről is, akik mindannyian nagy tudással rendelkeztek, a láthatólag diktált, valószínűleg kultikus irányvonalakat és részleteket illetően. Subád ékszereit nézve megállapíthatjuk, hogy egy magasan megtervezett módon készültek. Előre átfogóan meghatározták, hogy milyen módon készüljenek el. Összetartoztak az ékszerek. Nem azt mutatják, hogy egy élettöltőn keresztül gyűjtötte össze, vagy valami örökség részei lettek volna, amit sírjába elhelyeznek távozásakor. Egy nagy műalkotás részei voltak, amelynek létrehozásának valószínűleg az volt a célja, amellett, hogy csubáddal lettek eltemetve, hogy hordozzanak egy üzenetet, tartalmat, a létrehozásuk módjában is, anyagi és technikai komponenseiben.
ugyanúgy, ahogy az ikonográfiájuk és kontextusaik által. A rituális produkció elemei evidensek az ékszerré válás sok szintjén és fázisában. Ezek közül a szintek és fázisok közül többen, ez még akkor zajlott, történt meg, mielőtt az ékszer befejeződött volna. Az életre keltésnek egy szándékos folyamata zajlott, az anyagból annak az ékszernek kellett kifejlődnie és olyan módon, hogy az ő alkotásuk materializálódjon, mint egy energiával feltöltött tárgyak csoportja. Pontosabban mágikusan és rituálisan feltöltött tárgyak csoportja. Hittek, hogy amikor életre keltették az ékszert, az segítője lesz a továbbiakban a tulajdonosának, segíti a transformációban, segíti a testet, amit díszít, és a természet feletti erőt, a lelket. És ehhez még hozzájárul az, hogy egy rituális szertartása részeként teszi mindezt. A rituálé és az ékszerek, mint ennek részei, azt biztosítják, hogy tovább folytatja az életét az illető egy másik síkon. Ebben az időben még nagy termékenységkultusz és temetkezési kultusz volt jellemző úrban. Woolley nevezte a sírt királyi sírnak, mivel hogy sok ékszert talált benne, aranyat, drága köveket. Még maga Woolley is úgy gondolta, hogy valami szent vagy égi királyokról van szó. Aztán később erről az anyagról viták folytak. Például 2008-ban McCaffrey azt írta, hogy női királyokról van itt szó. Aztán azt is vizsgálták, illetve kutatták, hogy valóban szent, égi, vagy csak egyszerűen földi királyokról van szó. A rituálét vizsgálva magát és az ikonográfiát olyan következtetésekre is jutottak, hogy ez nem feltétlenül egy király, illetve királyi elit sírja, mely annak hatalmát, presztízsét szimbolizálná, inkább egy egész kultúrának a képviselője és kultikus erővel hat. Tehát szélesebb körű, teoretikus tényezőket lehet nyomon követni, melyek kultikus használatban voltak. A Közel-Kelet hosszú történelmében számos írásos anyag és archeológiai bizonyíték van arra vonatkozóan, hogy az anyagok, amikből az egyes tárgyak készültek, valószínűleg többet hordoznak magukban, mint egzotikumok, értékes anyagok, de valószínűleg fel voltak töltve mágikus erővel, sőt, valószínűleg szentek voltak, illetve égiek természetükben. Viktor Hurovics volt ennek az egyik szakértője, aki azokat az anyagokat vizsgálta, amiből a kis szobrok készültek. Elsődlegesen a fát és az aranyat, amellyel a szobrocskát befették, illetve amivel díszítették. Arra a következtetésre jut, hogy az anyagok, amik a műalkotásba kerülnek, már
isteni eredettel vagy varázserővel bírnak. Istentől erednek, vagy magukban hordozzák az Istent, megtestesítik. Ezért, mikor a műalkotás elkészül, akkor az nem csak Isten ex nihilo, vagyis nem semmiből született, létrehozott Isten. Hurovitz logikája szerint új istenség nem hozható létre. Az alkotó, illetve a mester nem szembesül azzal a problémával, hogy létrehozzon valamit, ami az erejét, hatalmát meghaladja. Tehát ami bemegy, az kijön. Természetesen sokan vitatkoznak ezzel az elmélettel, teológiai szinten is. Mezopotámiai írásos emlékekben kiemelik, hogy a templomnak mindig drága kövekből kell épülnie, és nemes fémekből, mint például arany, ezüst, aztán lapis lazuli. Csak ezek alkalmasak arra, hogy egy isteni, égi edobit szolgáltassanak, és csak ezek használatával érhet el a templom kívánatos célt, eredményt. A templomokban mindig halmoztak fel aranyat, ezüstöt, lapis lazulit, kárnyeliánt. Ezeket isteni eredetűnek, illetve Isten tulajdonának tekintették. Tehát itt nem is arról van szó, hogy valakik előállítottak isteni, Istent ábrázoló szobrokat, amik szenté, istenivé váltak az alkotás folyamatában és a végeredményben, hanem hogy az isteni erő, az isteni minőség akart manifesztálódni, anyagot ölteni, anyagi formában megjelenni. Az 1989-ben Nimrodban talált ékszerekről már egy másik epizódban szó volt. Ebben a vonatkozásban azért érdekesek ezek, mert azt bizonyítják, hogy az ékszerben található erő arra is képes, hogy átkot végrehajtson. A királynő sírjában egy tábla feliraton átkot találtak. Ez nem csak azokra volt érvényes, aki a királynő földi maradványaihoz hozzáér, vagy azt elmozdítja, eltávolítja, de azokra is, akik az ékszereit megérintik, elviszik. A régi leírások szerint bizonyos papnők ékszerei nem csak egyszerűen a hivataluk jelképei voltak, hanem olyan alapvető tulajdonságokkal rendelkeztek, melyek lehetővé tették a papnők számára, hogy kapcsolatot teremtsenek, érintkezésbe lépjenek mennyei égi szférákkal. Maxwell Hyslop szerint az úri ékszerek készítői mindenképpen kapcsolatban voltak a templomokkal. Időszámításunk előtt a 3. évezred vége előtti időszakról beszélünk. Tehát az ékszerek létrehozásának mindenek előtt vallási és spirituális természete volt. Sumér irodalmi forrásokban ismételten asszociáltak bizonyos köveket, nemes fémeket bizonyos istenségekkel, mint metaforák, vallási és mitológiai koncepciók variációihoz. Maxwell Hyslop még azt is
megjegyzi, hogy szerinte az alakok úgy vannak elhelyezve, hogy őt egy szent házassági rituáléra emlékezteti ennek újrajátszására egy temetkezési szertartási rituálé formájában. Winters vizsgált különböző anyagokat ilyen szempontból, a lapis lazuliról mondja azt, hogy rituálisan tiszta, szent, gyönyörű, tehát például, ha egy ember viseli, akkor ezeket a tulajdonságait kimutatja. Fényesebb lesz, ragyogóbb, ha az illető ezekkel a minőségekkel rendelkezik. De a lapis lazulinak magának is van mágikus ereje, minőségei, ezért hordták például a sumérok, mint talizmán. A talizmánt nem csak azért hordták, hogy segítse őket, tulajdonképpen egy virtuális szubstancia, ugyanúgy, mint az Isten szobrok például. Magában hordozza az illető energiáját. Tehát nagy különbség van egy anyag tulajdonságai és minőségei között. Tehát az anyag ható ereje, működése sokirányú és sokdimenziójú. Egyfajta élő interakció. Valószínűleg sok hasonló sír volt urban, ebben az időszakban, ugyanolyan, illetve hasonló ékszerekkel, mágikus tárgyakkal, amik más testekhez tartoztak. Az is vitát keltett, hogy Subád híres diadémia nem a fején volt, vagy a feje körül, hanem mellette elhelyezve. Az arany és az ezüst azért nemes fém, mert nem oxidálódnak, nem válnak piszkossá, a korróziónak ellenállnak, nem színeződnek el, nem veszítik el fényességüket. Itt relatív tisztaságról kell beszélnünk, mert például az ezüst soha nem fordul elő tiszta formájában a természetben. Az urban található ékszerek egy részéről kiderült, hogy elektrumok. Ez annyit jelent, hogy arany és ezüst ötvözetei. A sumér aranyműveseknek birtokában állt olyan technológia, amivel manipulálni tudták volna az arany, illetve a fémek összetételét. De a vizsgálatok azt mutatták, hogy a használt arany, illetve elektrum természetes formában lett felhasználva. Az arany tisztasága 70-90% közötti, tehát ellenáll korróziónak. A sumérok a Q szóval jelölik a fémet, illetve nemes fémet. A kúszó a szent és égi kontextusában nem kapcsolódik az aranyhoz és az ezüsthöz. Úgy is lehetne fordítani, hogy változtathatatlan, visszavonhatatlan. Ugyanúgy, mint ahogy az istenség szó megváltoztathatatlan és visszavonhatatlan. Ebben az értelemben organikusan és fizikailag kötődik a szó. Az arany és az ezüst eleve magába hordozott, állandó, változtathatatlan minőségéhez, ami arra enged következtetni, hogy eleve ebből származik. Ez a koncepció olyan közel van a szenthez és égihez, hogy mindjárt így is interpretálható. Tehát akut
nem nemes fémnek, hanem állandó vagy megváltoztathatatlan fémnek lehet fordítani. Ez magában hordozza a fizikait és a metafizikait, a minőséget és a tulajdonságot. Ennek a fémnek a használata királyi kontextusban kifejezi azt is, hogy a király örök életű, állandó, változtathatatlan, ugyanúgy, mint a szent szférákban levők. Hurovit szerint az adja az aranyban és az ezüstben az isteni, illetve égi minőséget, hogy ragyognak már szűz érintetlen állapotukban is. Winter szerint fénnyel telítettek, attól szentek. A ragyogásuk a szenttel égivel való kapcsolatuk eredménye. Ezt sugározzák ki magukból. Mindezekből az előbbi példákból arra lehet következtetni, hogy ezek a szent anyagok szintén magukban hordják azt a képességet, hogy szentesítsenek, megszenteljenek, szenté tegyenek valamit. Képesek életre kelteni, feleleveníteni, rituális procedúrák variációinak későbbi aspektusait, melyek létrehozzák, vagy újraélesztik a szentet, égit, mágikust, mint például az Isten szobrok, vagy a szentelt víz. Az image ereje csak úgy válhat függetlenné, ha az említett háttérben levő erő rituálisan, láncszerűen áttevődik az eredeti forrásból a kiterjesztett vagy felosztott anyagi tárgyba vagy szemébe. Például maga az biztosítja a templom szentségét, hogy nemes fémeket és drága köveket halmoztak fel benne. Tehát ezért építettek például őseink arany és ezüst templomokat. Keleten még mindig lehet találni rossz állapotban levő arany templomokat. Amikor restaurálják ezeket, már nem igazi aranyfüsttel vonják be őket, vagy éppen aranylemezekkel, mert az nagyon drága, és eredetileg ezeket mindenféle drága kövek borították. Ezeket persze már vagy ellopták, vagy valahogy eltűntek, és nem pótolják őket. Sumér írások az isteni erőre úgy utalnak, mint arany. Egy korai dinasztiából való szöveg, mely Girsuból származott, arról ad leírást, hogy palotáikat, templomaikat felégetik. Elviszik a nemes fémeiket és a lapis lazuliokat. Ez nagyon fontos és bántó lehetett nekik, mert egy rövid szövegben 14-szer megismétlik ezt. Ebből is az látszik, hogy az anyag ugyanolyan fontos számukra, mint a belőlük létrejött műtárgy. Az elhurcolni és kifosztani szót használják általában, de valószínűleg ami legjobban bántja őket, hogy hatástalanítják, kikapcsolják ezeket a szent építményeket és tárgyakat.
megfosztják őket szent erejüktől, amit képviselnek, magukban foglalnak. Ezáltal az uralkodó és az Isten ható erejét is megszüntetik. Az szintén érdekes, hogy nem volt elég nekik a szobrokat összetörni, amik például kőből készültek, a kőnek is ugyanilyen szent ereje volt, mint a nemes fémeknek. Nem is beszélve például a meteoritról, ami egyenesen az égből jött. A kő is egész fényesre csiszolható. A fából készült szobrokat elégették. De ezek a pusztítók arra is ügyeltek, hogy az ékszereket, a szobrokon szereplő ékszereket elpusztítsák, még pedig olyan módon, hogy beolvasztották őket. Dingir annyit jelent, hogy valami, aminek szent, isteni minősége van. Van valami folyékonyság, az anyag, aztán például a templom és az Isten között. Egy befolyás. Itt meg külön elemezhetném a féldrága kövek varázs erejét, de itt már túl hosszú lenne ez a videó. A lapis lazuliról már amúgy is két epizódot készítettem. A Carnelian a másik féldrága kő, és a harmadik pedig az agate, ami a sumérok számára nagyon fontos volt. Heather Lachman írja, hogy az előállítás specifikus rituális tudást is igényel az anyagokról, tárgyakról, amely a fémműveshez tartozik, az átalakító erején, képességén keresztül, tehát hogy az anyagot transformálni képes. Mary Helms azt kutatta, hogy a kézművesség milyen kapcsolatban van a természet felettivel. Például a Gilgames eposzban a művészt egy égi lény, személy tanítja technikákra, mesterségbeli tudásra. Mezopotámiában néhány istenség művész volt, vagy a mesterség istene. Így az ereje, mágikus ereje hozzáadódott az alkotó folyamathoz, előállítási folyamathoz, vagy a vezető művészhez, kézműveshez, aki harmóniát hozott létre az alkotó folyamat és az anyag között bizonyos kontextusban. Winter szerint is a kézművesek, művészek alkotó és kivitelező szakértelme messze menően meghaladja a virtuozitást és a tehetséget. Tudásuk eléri a természet feletti, vagy a mágia határát. Ugyanez volt a helyzet az irodalmi, vagy írnoki foglalkozást űzőkkel. Ismereteik kellett, hogy legyenek asztrológiában, jóslásban, gyógyításban. Mindezeket képi formában is memorizálták. A művészek, kézművesek is messze menően többek voltak, mint jó szakemberek. Kivételes erővel rendelkeztek, mágikus erővel. Tehát egy kézműves mesterember másképp is funkcionálhatott, például mint mágus, sámán, művész, pap, beavató, mivel nem csak manuális szakértelemmel rendelkezett, hanem ezoterikussal is.
képes volt manipulálni veszélyes erőket, játszani velük, kivonni őket fémekből és transformálni őket befejezett műtárgyakká. Tehát ők képesek voltak közvetíteni világok között olyan módon, hogy ez ismételhető volt. Tehát egy tárgyat például bármikor újra aktiválni tudtak, illetve más tárgyat létrehozni ilyen módon. Tulajdonképpen ezt az erőt voltak képesek aktiválni, amely összekötötte a világokat. Tehát nem arról volt szó, hogy egy alkalommal létrehozták ezt az erőt egy transformatív eseményhez, alkalomhoz. Időszámításunk előtt a harmadik évezredben volt egy Akitu Fesztivál Nippurban, de az eredeti Urban volt meg a Saragon periódus előtt. Ez egy termékenységi fesztivál volt, bizonyára volt sok ehhez hasonló. A szobrokhoz nem csak ékszerek, hanem aranyruhák is tartoztak, ezeket is az aranyművesek készítették. Eiko Masushima azt írja, hogy a legtöbb információt a Kaldus dinasztia korabeli gazdasági iratokban találjuk. A kézművesek, aranyművesek felelősségére vonatkozóan. Ez egy későbbi periódus. Egy neo-asszír periódusból származó szövegben mondja Esarhaddon, hogy nagy tudású vagy képzett kézműveseket hozat, akik tudják a titkot, és akik tiszta kezek birtokosai. Ezeknek a szakembereknek a kiválasztása jóslással történt. A kiválasztott személy kivitelezte az istenek leírását, kívánságát. Az énki és a világrend egy sumér narratív vers. Ebben énki úgy van leírva, mint a világteremtője, a tudás és minden mágia istene. Az istenek között nincs senki, aki hozzá hasonlóan nagy szaktudással rendelkezne a kézművesség terén. Ő a kézművesek és az írnokok istene. Az arannyal volt összehangolva. Ninmug vagy Ninmag az égi kézművesek osztályából való volt. A korai dinasztiák periódusból való Fára isten listán szerepel az égi hölgy ékszerész. Umanu annyit jelent, hogy lehetővé tenni a látomást, lelki szemeivel látni. A neo-asszír birodalom ideje alatt működött a Bit Parishti, egy titkos szoba, titkos tudás terme. Itt tárolták a kincseket is, nemes anyagokat, csak nagyon magasrangú papok mehettek ide be, de úgy tűnik, hogy a kézművesek is bemehettek. Persze közülük is csak a magas rangúak, akik az Isten szobrokat készítették, az ékszereket, a templomokat díszítették, stb. És csak annyiban kapcsolatos a sumérokkal, hogy ott is létezett ennek az elődje, az Úr Három templom komplexusban, Úrban. Valószínűnek tartják, hogy
a kézművesek, főleg az aranyművesek bemehettek ebbe a terembe. Ezt az aranyművesek esetében azzal támasztják alá, hogy maga szó, hogy aranyműves tartalmaz a ku szót. Kudim az aranyműves. Leo Oppenheim az isteni ruhákról azt mondja, hogy intim kapocs fűzte őket bizonyos funkcióbeli értékhez. Olyan díszítést használtak, ami körülvette a ruhát egy szent aurával, ami nem volt átruházható más médiumra. És a rituálék minden apró részletben tökéletesen kellett, hogy lezajlódjanak, mert különben hatástalan volt az egész. A megfelelő tárgyat kellett használni, nem lehetett helyettesíteni mással. Az aranyfejdísznek az a funkciója, hogy fény hatása alá kerüljön a fej, megtöltse fénnyel, égi erővel a tisztaság és a ragyogás minősége vegye körül, mint egy dicsfény glória, vagy arany aura korona csakra körül. Az ékszerek közül nagyon sok kapcsolódik a növényzethez, az újrateremtéshez és a termékenységhez általában. Az ink és a világrendben innen a panaszkodik, hogy neki nem adatott semmilyen isteni hatalom, erő és funkció. Enki emlékezteti, hogy az ő ereje a ruhájában és az ékszereiben van. Tehát az anyagok, a ruhák és az ékszerek, melyek olyan közel állnak innen a identitásához, egyébként az ő anyaga a lapis lazuli. Szobrok és imidzsek identitásához és hatásához, létrehozásához. Nyilvánvalóan közrejátszanak ebben a konceptuális működésében az erő kiterjesztésének. Tehát itt is az ékszer lehet egy életre keltő kiterjedése a testnek vagy identitásnak, egy kiosztott kultikus erőnek a kódolása.